Működik vagyok? Elvileg működik. Üdvözlöm Önöket, Vég Gábor vagyok Ausztriából, most már körülbelül 2 éve itt élek, Ausztriában. Jelenleg itt dolgozunk az egyik környéken, nem akarom mondani neki a nevét, mert nem tartozik egyébként Önökre. Láthatják, hogy milyen szép területen élnek az osztrákok, és milyen kultúrátan élnek. Itt rengeteg pénz van. Aki keményen dolgozik, az megtalálja későbbiekben a számítását. Magyarországon elmondom, hogy mit csináltak velem. Ipari alpinistaként dolgoztam. Hegymászó engedélyem van, ipari alpinista engedélyem van, szakmám, beszélek angolul, németül, jogosítványom van. Mondjuk azt most nem használom, mert lejárt, meg nem is érdekel. Magyarországon azt csinálták velem, elmentem, megcsináltam egy munkát, hülyére dolgoztattak engem, meg még a rendőrség is elkezdett velem játszani. Fél év múlva fizették ki a fizetésemet, akár hiszik, akár nem. Nem volt egy olyan nagy összeg, valami 470 000 forint volt az elvégzett munka után. Fél év múlva fizették nekem ki ezek a szarmocskos magyarok a pénzemet. Havonta ezt csinálták velem. Elmondom, hogy hogyan dolgoztam. Tetőfedőként dolgoztam, vagy ipari alpinistaként, nem adtak nekem pénzt. Állandóan oda telefonálgatott ez a szarmocskos magyar rendőrség a munkahelyemre, meg a magyar titkosszolgálat, hogy ne adjanak nekem pénzt. Lukas torna cipőbe dolgoztam Magyarországon, illetve ilyen ócska zsíros kenyereket ettem. Én, hogyha zsíros kenyeret eszek, én megmondom nyíltan, hogy abszolút elállítódik tőle a vérnyomásom, tehát totál krank leszek tőle. Ez az üzenetem a magyaroknak, hogy én már nem megyek vissza Magyarországra, mert én utálom a szar faszopó magyar népet. Úgy hívom őket, a szar faszopó magyar nép, nyugodtan kurva anyázzanak rám egész nap. Megmondom, hogy mikor kezdődött a munkám. Vezetőként dolgoztam például, akkor 8-10 ember dolgozott alattam, középvezetőként dolgoztam, ipari alpinistaként. Reggel bementem 6 órára a munkahelyemre, eltakarítottam a vödröket a kis szarkis parasztok után a Magyarországon. Magyarországon. Tehát Magyarországon eltakarítottam a vödröket, a szerszámokat, a többi kis bunkó után. Beértek 8 órára a alpinisták, elkezdtek dolgozni, 5 órakor eldobtak minden szerszámot, ott hagyták koszosan. Nekem kellett eltakarítanom, nem volt pénzem, hogy normálisan éljek, ilyen ócska munkásszállásokon éltem mindig. Mindig elcsúsztatták a pénzeimet, mindig baszakodtak velem, szarakodtak velem. Aztán későbbiekben a politikai viselkedésem miatt is rám szállt a magyar kormány, mert én nem nagyon bírom ezeket az izraelita kommunistákat. Ez az üzenetem a magyaroknak, hogy nőjetek fel, öreg! Itt Ausztriában mindenkinek van autója, 1-2 hónap alatt tud venni egy autót magának, vagy amire szüksége van. Nőjetek fel, öreg, itt ne kommunistáskodjatok, ne kommunistáskodjatok Magyarországon, ezt az izraelita, kommunista hülyeséget ezt hagyjátok hátra, mivel 1001 óta a magyarok római katolikusok. 1001 óta első István alatt, vagy Szent István alatt a magyarok, minden megszületett magyar automatikusan római katolikussá válik. Azt hiszem, hogy január 2-án koronázták meg Szent Istvánt a pápa alatt. Nőjetek fel Magyarországon, öreg, a feladatokhoz, mert itt nagyon nagy problémáitok lesznek az európai régióban. A zsidóknak, azoknak tudod, hol van a hazája? Palesztínában. Benne van a Bibliátokban, Palesztína földjén, Izraelben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, nyugodtan kurvanyázzanak rám, köpködjenek le. Én megmondom nyíltan, én utálom az izraelitákat, én anti-izraelita vagyok. Minden jót!